Hello srácok, az a Gaming is Fun, és most folytatjuk a Rainbow Six Siege végigjátszásunkat, ami ugye abból áll, hogy kitoljuk mind a 11 Situation-t Realisticon 3 csillagra, és 6-ot már megcsináltunk, egész jól mentek, elsőre sikerült ugye minden csillag. Hát nem tudom, lehet most megszakad ez a sorozat, hiszen a 7-es Neutralize Cell című Situation következik, ahol nagyon fontos az idő és a koncentráció, ugyanis IQ-val kell majd az Oregon pályán Nitro szellek között futkosni, amik akkor is felrobbannak, hogyha a pálya másik végén vannak, de és ki is nyírnak természetesen. Szóval nehéz lesz, az egyik legnehezebb situation szerintem, és a legidegölőbb az összes közül, az 1000%. A csillagok pedig a következőek, be kell fejezni legalább 50 életponttal a küldetést, 5 perc alatt kell végrehajtani a feladatot, és 5 Nitro Cell-t ki kell lőni. Szóval, akkor kezdjük is, tehát a 7-es Situation-t Realisticon. You have operational clearance to eliminate a high value target on American soil. Szóval a néni, mint mindig, most is elmondja, hogy ez a terrorista csoport nagyon jó pénzügyi helyzetben van, ezért hozzáfér egy csomó fegyverhez, robbanószerhez, és bármilyen fenyegetést készek elhárítani, ami ellenük irányul, és mivel ennyi elektronikus robbanószer van, távolról is felrobbantható IQ lesz kiküldve, mert ő látja a gadgetjével a Nitro szelleket, és ezért talán így lesz a legjobb. Na siessünk srácok, mert összesen 5 perc áll rendelkezésünkre a második csillag miatt. Úgyhogy megpróbálok gyorsan eljárni. 14 enemit kell kinyírni, tehát nem hostage-ot kell menekíteni vagy ilyesmi, ami talán jó. Na itt szokott jönni bomber, elvileg. Normálon hallom is. Jobbról? Na jobbról lesz. Jó. Aztán nézzünk ide fel. Oké. Egyébként az AUG nem egy kedvenc fegyverem, tudom sokan szeretik, nekem valamiért sosem jött be. Úgyhogy nem tudom, hogy fog vele menni, pláne hogy hangtompító van rajta. Hát, nem tudom, meglátjuk. No. Akkor... Bum. Jó. Ez a bácsi halott. Na, nézzünk szét. Nem kéne rálépni ilyen csapdára. Hú. Mennyi van eddig? 3. Né. Wow. Az hogy nem ment tönkre az a nájtó. 4, 5, megvan a challenge, vagyis hát a csillag, megvan ez a bácsi, amúgy itt is elég lett volna, van még erre valahol, ó, de jó, légy színe robbanjak fel, oké, okay. Na hát 1.57-nél járunk és még van 8 enemy, hát, nem tudom. Na? Nem döglene? Ha addig nem jönnek rám onnan, akkor... Nem nagy baj. Dögölj! Ó, basszus, ez elég csúnya volt. Sosem használom a hangtompítót, pont ezért, mert ilyen sitaimat lehet tőle kapni. Jó. Többiek elvileg meeting hallban vannak, na most odáig kéne eljutni anélkül, hogy felrobbannék, és anélkül, hogy lejárna az idő. Ja, hogy ez a bomber device. Jó, az nem zavar engem. Oké. Oké. Jó. Wow! A wallhack!
Ez... De csak neki lett rosszabb. Hello. Oké, megvan, és még be is flasheltek a végén. Ez olyan, mint amikor így halál után valaki elélvez, mert van ilyen egyébként. És így terroristáknál ez van helyette. Még dob egy flash még halála után, nem érnek. Na, sikerült. Úgy látom. A mission. Ja. Király volt, srácok. Mert maradt 100 HP-n, nem tudom. Volt egy-két olyan, ahol azt hittem belém sebeznek. Csodálom, hogy így sikerült. Mert ez egy nagyon idegelő szituáció, és nyilván normálon kivittem 1000-szer. PS-en is és PC-n is már azt hiszem egyszer vagy kétszer. Egyszer biztos, mivel már megvoltak a csillagok ezelőtt is. Szóval az életpontunk megmaradt. Kb. 8 Nitro-szert kiiktattunk, szóval a jobb oldali csillag is megvan, és a középső is, mert ilyen 3 perc lehetett, biztos nem volt még megöt, bár nem emlékszem a pontos időre. Srácok, ennyi lett volna ez az IQ-s videó, sokan kértétek, most itt van, láthattátok, hogy én hogyan csinálom itt. A legfontosabb az, hogy hogyan választod ki az utat. Normálan én már nagyjából megfigyeltem, hogy merre van Nitro Cell Goats pont, és hogyan lehet elkerülni. Szóval ezért volt az, hogy tudatosan felrappeleztem a balkonira, és ott bementem, el lehetett kerülni sok Nitro Cell-t, összesen vagy 5-öt, ha ki kellett volna lőnöm, de pluszba kilőttem még párat, hogy biztosan meglegyen a csillagocska. Szóval ez fontos, nem hogy bemész elől, mert akkor ott van sok terrorista is, meg sok Nitro Cell is, hanem így lehet ezzel a útválasztással egy kicsit segíteni magadon. Ha tetszett ez a videó, akkor kérlek szépen mindenképpen nyomjatok egy lájkot, írjatok kommentet, tudtam-e segíteni, mást, hogyan csinálnátok másképp, várjátok el a következő részt, ahol majd Termite-tal fogunk a Café Dostoyevskyen csapatni, aztán osszátok meg is el másokhoz is, aki új, mindenképpen iratkozzon fel, nyomjátok meg a feliratkozás gomb mellett a csengőcskét, hogy ne maradjatok le a csatorna újdonságairól, találkozunk legközelebb, na de addig is gaming is fun, és sziasztok!